Elkészült az igen forgalmas Bercsényi körút, Széchenyi és Rákóczi utca közötti szakaszának kátyúzása, melyre több mint 2,7 millió forintot fordított településünk önkormányzata. A képviselőtestület egyhangú döntése alapján pedig a jelenlegi választási ciklusban befolyt kommunális adó teljes összegét, ez esetben csaknem 15 millió forintot községünk belterületi útjainak karbantartására fordítják, ami örömhír lehet az itt élő gépjármű tulajdonosok számára. Megnéztük, hogy melyik útszakasz lenne Bihar-Nagybajonban az, amelyik a leginkább, leggyakrabban használt és a leginkább rászoruló arra, hogy ilyen technológiával történjen meg a kátyúzás. Hát ez a Bercsényi körútnak a Széchenyi és Rákóczi közé eső szakaszának a kátyúzása volt. Ennek a munkának, illetve a kátyúzásnak a összes értéke egy ilyen 2,7 millió forintos értéket tett ki, amit most már elvégeztek, vállalkozó, megfelelő árajánlatok beszerzése után vállalkozóval elvégeztettünk. És azért hangsúlyoznám ezt ki, mert ennek a döntésnek a keretében született meg az a döntés is a képviselőkkel teljes egyetértésben, hogy az ebben a választási ciklusban, önkormányzati ciklusban befolyt kommunális adóösszeget teljes mértékben a helyi belterületi utaknak a javítására, kátyúzására, esetlegesen kialakítására fogjuk fordítani, és azt gondolom ez mindenképp egy előre mutató gondolkodásmód, hisz tudjuk, hogy Bihar-Nagybajonban is még nagy igény van arra, hogy a járhatatlan utakat minél hamarabb minden évszakban járhatóvá tegyük, és akkor itt még mindenképp szeretném elmondani, hogy ebben az évben is szeretnénk folytatni a közmunkaprogram keretében is útszakaszoknak a kialakítását, mint arra ugye ígéretet tettünk. Ez a északi útból a elmaradott résznek a kialakítása, amit korábban a útalap kialakítás során elmaradt, azt mindenképp pótolni szeretnénk, illetve a Jókai utcának van még egy olyan szakasza, amit szintén szeretnénk egy közmunkaprogram keretében útalapot kialakítani. Éves szinten kommunális adóból egy ilyen 2,5-3 millió forint közzé tehető az az összeg, ami befolyik. Ezt ugye, hogyha felszorozzuk 5 évvel, akkor az most egy ilyen, el lehet mondani, egy ilyen 13-15 millió forint körül összeg fogunk tudni folytatni önerőből, tehát a lakosság befolytadójából utak fejlesztésére. A település megfelelő és biztonságos, jó minőségű úthálózatának kialakításához a község vezetésének minden igyekezete ellenére sem elegendőek az önerős beruházások. Éppen ezért több pályázati lehetőséget is megragadnak Bihar-Nagybajon útjainak korszerűsítésére, illetve ahol még nincs, útalapok készítésére. Ebben az évben is nyújtottunk már be két pályázatot, a Magyar Falu program keretében a Várkert utcának a jelenleg földútra borított szakaszára nyújtottunk be útalap kialakítására pályázatot, illetve a Posta utca burkolat javítására nyújtottunk be pályázatot, illetve várjuk, hogy kiírásra kerüljenek az új topos pályázatok, ahol elvileg lesznek belterületi utak építésére pályázatok. Itt már áttekintettük képviselőtársaimmal, hogy melyek azok a útszakaszok, ahol szeretnénk aszfaltos utakat, illetve útlapokat kialakítani. Felállítottuk a kellő sorrendet, és majd a lehetőségek függvényében fogjuk meg ilyen a pályázatot. Tehát mindenképp szeretnénk folytatni az útépítést, útkialakítást, illetve az útfelújítást is, hogy tényleg minél inkább járható legyen a településen minden útszakasz. Az utaknak a forgalomba helyezése során maga a csapadékvízelvetésre is gondoskodni kell. E tekintetben nem állunk olyan rosszul, hisz a belvíz védekezési munkákat korábban már egész nagy százalékban elvégeztük. Persze itt is folyamatosan figyelni kell arra, hogy karbantartás megtörténjen, illetve itt is van már egy nyertes pályázatunk, amely sajnos még nem került kiírásra. Ez ugye egy közel 180 millió forintos pályázat, ami a Bercsényi körút mentén található főgyűjtőnek a meder lapokkal és szilárdburkolatúvá alakítását tartalmazná főleg. Itt ugye maga a közbeszerzési eljárás előkészítése során vettünk észre olyan tervezési hibákat, amelyeket úgy gondoltuk, hogy még maga a közbeszerzés meghirdetése előtt javítanunk kell, és azt most az irányító hatóság jóvágyására várunk, hogy ezt engedélyezzék nekünk, hisz okulni próbálunk a korábbi pályázatokból, ahol nem előtte, hanem utána derültek ki esetleg problémák, és olyankor már sokkal nehezebb korrigálni
bizonyos hiányosságokat. Szétó Sándor elmondta továbbá, hogy a külterületi utak is fejlesztésre szorulnak, azonban pályázati forrás bevonása nélkül Érdemben ezen a területen sem tud előrelépni az önkormányzat. A napokban nyílt egy új fejlesztési lehetőség a vidékfejlesztési program keretében. Itt még nem került meghatározásra az, hogy akkor mindenki azt tudjuk, vagyis azt tudom, hogy pályázni szeretnénk. Itt most a településfejlesztési bizottságunkat kértem fel, hogy tegyenek javaslatot, hogy akkor melyik legyen az az útszakasz, amely a pályázati kiírásnak megfelelően megtervezés, illetve benyújtásra kerüljön a pályázat keretében. Az előregedett útburkolatokon a hideg és csapadékos évszakokban megnő a kátyúk száma, azonban az utak rossz állapotának javítása, a térségek elérhetőségének javításához, valamint a biztonságos és balesetmentes közlekedéshez elengedhetetlen.